How are you, sweet Hollywood? The bad cop said, oh, you're the good. I'm addicted to your shame on me, Hollywood news agents. Minden, amit a Trónok harca sorozatról tudnod kell. A sorozat alapjául szolgáló 7 részesre tervezett, de potenciálisan 8 részessé változó, de egyelőre csak 5 részes könyvsorozatot George R.R. Martin szerezte, aki történetesen pont úgy néz ki, mint Bilbo és Gandalf szerelem gyereke. Mivel a könyvszéria rajongói a tévésorozat változtatásaira sorra megbékéléssel és elfogadással reagálnak, ez a sorozat adaptációs mivoltát tekintve úgy vizualizálandó, mint egy taushiro nyelven eredeti Shakespeare-t akcentus nélkül szavaló albínó unikorn is, melynek vállán egy fehér holló Astatin kávéskanállal lapozgatja a Gutenberg Bibliát. A történet maga egy középkori fantasy világban játszódó politikai dráma, melynek központi kérdése a hatalom, mi volt a hatása és értéke. Emellett viszont olyan témákat is előszeretettel dolgoz fel, mint a család, a történelme, a becsület, a vallás, a sorsa, szeretet, a mágia és még 1628 ehhez hasonló téma. Nagyrészt 3 fő szálon fut. Egy oldalon mindenki egy darab fémtrónért harcol, a másik oldalon az egész világ sorsát veszélyeztető változások közelednek, nagyon cselesen megbújva a TL címszó mögött, a harmadik oldalon pedig a felvázolt igencsak gigászi főkontinensen túlról is érkezőben van a múlt szele. Feltételezhetően ők meg az ősznek képzelik magukat. Rengeteg téma, rengeteg történetszál, mégis mindenki csak arról beszél ezzel a műsorral kapcsolatban, hogy hú, mennyi ember hal meg! Ami igaz, is sok ember hal meg, de én nem pontosan értem, mint csodálkozik itt mindenki. Ha a halál puszta jelenlétével van gond, akkor emlékeztetnék mindenkit, hogy a műsor indokolatlanul sok higiéniát engedélyez a szereplőknek. Ez még mindig a középkor, oké? Tudjátok, amiben trendingelt a Twitteren a hashtag bubópest is, és futótűzként terjedt a futótűz! Ha az a furcsa, hogy jó karakterek is meghalnak, akkor szeretnék visszautalni mindenkit gyerekkorunk egyik első rajzfilmes emlékéhez, mely szerint Bambikám! Nem szeretnélek az aranyos kis állatbarátaitól túl sokáig eltartani, csak gondoltam érdekelne a tény, hogy anyád meghalt! A happy family musical. Valahogy azt érzem, hogy a tény, hogy ez a műsor nem a középkori Harry Potter, valahogy mindenki teljesen váratlanul ért. Ha viszont is gondolom ez a helyzet, az a fura, hogy a karakterek, akiket megszerettünk, tűnnek el a műsorból, akkor meg üljünk le a tűz köré, fogjuk meg egymás kezét és gondoljuk át, hány rohadt karakter van ebben a műsorban, azokból hányat szerettünk meg és azokból hány halt meg. Na ugye, ez a sorozat gyakorlatilag a Szomszédok sárkányokkal. Ha egy szál elmászik, jön helyette egy másik, ezer történet folyik egyszerre, osz bum, néha meghalnak emberek, leesik az ilyen. És pontosan ebben a szomszédosságban rejlik a sorozat zsenialitása. A rengeteg karakter és a rengeteg egyedi történet mind-mind külön kapcsolódási pontokat képeznek néző és világ közt. Így pedig igen kevés befogadó maradt hős nélkül ebben a történetben. Na most ez a fajta monumentalitás önmagában áll ellentmondásban az egyedi jelentőségű, kiemelt és felülértékelt halálábrázolással. Ezért van az, hogy a negyedik szezont kivéve a lényeges halálesetek zöme a szezonzáró előtti részre futottak be. Ezzel is érzékeltették az hogy a műsor álláspontja szerint a halál nem központi elem. Ez van, ő nincs, minden zajlik tovább, a halál nagy nehézsége pedig az, hogy mindenki másnak tovább kell mennie, de azonnal. Szóval, ha túltesszük magunkat a sorozatos halálozásokon, akkor is bőven akad központi keménysége a sorozatnak. Hűen történelmi és fantasy settingjéhez akadik bőven nemi erőszak, vérfertőzés, prostitúció, gyerekgyilkosság, kasztrálás, hedonizmus, káromkodás, tömegmészárlás és indokolatlan mesztelenségek tömkelege. Mindez pedig azért záporozik ránk ilyen kegyetlen kitartással, mert minden csodásföldi jótól eltekintve a műsor nagy része arról szól, hogy emberek meleg fénnyel bevilágított belső terekben egymással beszélgetnek. De ha ki is mozdulnak azokból a belső terekből, akkor is ott várnak rájuk Westeros világának legszörnyűbb lélekvesztő helyei, a tetves kertek! Esküszöm, össze kéne számolni, hányszorra hangásznak össze-vissza a karakterek változatos kertekben dolgokat megbeszélve. Ha valaha... valaha a tetves jégzombik végre letolják a fagyos fehérségüket a fővárosig, nem lesz szükségük kardokra vagy mágiára. Elég lesz egy renegát csapat veterán kertészmérnököt a falak mögé ballisztázni, mert ők a végtelen petúnia rendezési képességükkel biztos romlásba tudnak taszítani egész seregeket, akik, majd látván a gyönyörű színkavalkádot, nem fognak tudni más tenni, mint pár laza kört az ágyások közt. Mi az Isten van a kertekben sétálással? Ahogy mondtam, ezeket a beszélgetési hosszú távfutásokat a készítők igyekeztek brutalitással és szexszel szegélyezni, hogy ne aludjon el a nézőközönség. Na most ezt olyan minőségi szintre fejlesztették, hogy a műsor egymagában teremtette meg a szexpozíció fogalmát. Ez az expozícióhoz hasonlóan háttérinformációkat szolgáltató jelenet,
csak szex közben, hogy mindenkit érdekeljen is. A rengeteg beszélgetés a mindenfajta földi romlás mellett is vészesen unalmas lehetne, ha nem lennének remek karakterek. És vannak is tonna számra, úgyhogy most csak pár fontosabbat emelnék ki. Valószínűleg Joffrey az, akiről a legtöbb értekezést olvashatta Tumblr-ön a műsorral kapcsolatban, de érdekes mód az egyik legegysíkúbb, teljesen egydimenziós sablon karakter. Gyakorlatilag nem több, mint Caligula karaktere egy brit írnok talonc testébe öntve. A másik nagy emlegetett hős Tyrion, akit amennyiben nem tudod elképzelni miért szeret mindenki, úgy kell felfognod, mint egy középkori Dr. House. Kísértetiesen hasonlítanak egymásra, de itt most nem Shanty-t a karakter, hanem történetesen törpenövésű. Akibe még esetleg belefuthattál pár republikánus amerikai kampányplakáton, az Daenerys, aki minden konzervatív rémáma. Egy limitált CGI erőforrásokkal, de végtelen küldetéstudattal rendelkező egyedülálló gyermektelen nőnemű felajzott szuperhippi végtelen mennyiségű tűzerővel. Végül pedig, mivel a műsor finom humoráról még nem ejtettünk szót, ismerd meg Sansát, a kerti séták maratonfutóját. Ő fantasztikus ruhákban vonulászik ide-oda, a férfiakhoz megy nőül, és nagyon sokat sír. Igen. Sansa egy kihelyezett Disney hercegnő. És pontosan olyan értelmes, érdekes, életképes és kurva irritáló, mint egy jól megtermett csikkerózsika egy második világháborús katonai küldetésen. Egyszerűen leírhatatlan a zsenialitás, ahogy a számtalan rétegelt, érdekes, kompetens és változatos mértékben tiszteletre méltó női karakter mellé oda biceg ez a funkcionális retardált, aki a negyedik szezon óta csak a betét dalára vár. Ne most, Sansa! Mindent összefoglalva, ha esetleg érzékelted a többszörös Disney utalásra gyors talpalónkon belül, nos, ez nem véletlen. A trónok harca ugyanis egy jól táplált, húsos, intelligens mese felnőtteknek. Nem nélkülözi a fantazi elemeket, az elnagyolt morális üzeneteket és a szintiszta kalandkliséket, hanem lepelként hordja több harcisebből édes bortvérző központi beszélgetés orgiái fölött. És ettől lesz példátlanul zseniális tévésorozat. Egy okos, tanulságos és indokolatlanul mesztelen mese, érdemes behoznod, ha van mit, mert jövő szezontól együtt nézzük. For real, shit so sad, it's almost funny. Young niggas, little fingers, steady chasing after money. Dummy, I do it for the love like Stark. And sit alone with my honor in a dungeon in the dark. In this Game of Thrones, it's eye for eye. There is no middle ground, you either win or die. You gotta watch the cats who watch your back. You can get hit quick, man, and that's a fact. Oké, csak hogy egy indokolatlan és megrendeletlen reklámmal éljek, a Trónok harca táblajáték. Szerintem az egyik legjobb táblajáték valaha, és nem azért, mert élvezetes, mert amúgy nem az, hanem azért, mert tökéletesen érezteti veled a műsor hatását. Elvileg olyan 3 órás lenne a játék, 2-3 órás, de gyakorlatilag 8 óráig tart, mert minden kör után minden játékos elvonul különböző szobákba, ahol megbeszélik egymással, hogy mit fognak csinálni, majd visszaülünk a tábla mellé, és mindenki átver mindenkit, és megy a sértődés, a halál, a kiesés és a szörnyűség, és mindez állati lassan halad előre. Azért ez egy olyan fajta adaptáció, hogy lehet, hogy nem kellett volna megcsinálni ezt a gyors talpalót, csak bemutatom ezt a játékot legalábbis az első 5 óráját.